estét kívánok! Jó napot és jó estét kívánok! Ma este folytatjuk a mérlegről kezdett előadást. Tehát a mérleg, mert most már van a YouTube-on elég előadásunk a mérlegről, de amit az utóbbi időkben elmélyítettem és kiszélesítettem, tehát az árnyékén jelenségét, az árnyékén jelensége szempontjából, tehát hogyha már kauzális asztrológiáról beszélünk, akkor az árnyékén szempontjából kell megvizsgálni a mérleg által megjelenített, megtestesített problémákat, tehát párkapcsolati, szerelmi, élettársi viszonyoknak a karmáról van szó, akkor úgymond a megromlási, illetve a helyrehozási, a krízisekből való kilábalási lehetőségeket, és akkor mindjárt bele is vágnék azzal, hogy úgy gondoltam én el, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha a kedves nézők úgy értenék meg talán a legjobban, hogy miről is van szó, hogyha én, mint férfi, a nők által megtestesített pozitív, tehát a yin, a feminitásnak a pozitív értelmezését adom meg, és a negatív értelmezését, tehát hogy mire kellene figyelnie egy férfinak, ahhoz, hogy a párkapcsolata egy nővel egészséges és harmonikusan legyen, hogy mivel kell, tehát számoljon, mivel kell számot vetni. Hiába akarom, és hiába fogok neki valaminek nagy idealista rózsaszínű képzetekkel, mert akkor biztos, hogy nem lesz semmi belőle, sőt, elromlik. Tehát, hogy mivel kell számolnia, és kellene számolnia minden, nem kamasz gyermek, de minden fiatal nőnek és férfinak, ahhoz, hogy ne okozunk egymásnak szenvedés potyára, és akkor talán így, megtanuljuk mindazt élesebben látni, ami a másik nemnek a pozitív tulajdonsága lenne, illetve annak a visszájára fordítottjából milyen létre, aztán a gyakorlati megvalósulásban, amikor karmáról van szó, tehát ebben az esetben mérleg karmáról, talán mégiscsak sikerül számtalan fiatalnak segítséget nyújtani abban, hogy ne legyen eleve kudarcra ítélve a párkapcsolat, az élettársi viszonya, ne talán házastársi viszonya. Amint említettem, a kauzális dimenzióban, tehát ottól létrejön minden, ahol megtörténik a teremtés, a mérleg konstelláció, mert valahol egy másik felvételen elmagyaráztam, hogy a konstelláció most már nem az asztronómiai, nem csak az asztronómiai, úgymond képzetét értjük egy konstellációnak, egy napjegynek, hanem a szellemi spirituális elődjét neki, a spirituális ősmagját, azt a morfogenetikus, kauzális erőteret, amelyből az illető génius, az illető szellemiség úgymond kiárad, kiáramlik az isteni létből az ideális, a mentális és az asztrális dimenziókban. Tehát a mérlegnek ez a géniusza az azzal foglalkozik, hogy a yin és a yang, tehát a feminin és a maszkulin principiumoknak a kölcsönös egymásba hatoláson keresztüli és egymásnak a megtermékenyülésén keresztüli kiegyenlítődését, az egységét, hogy tudná létrehozni. Tehát magyarán a mérleg tartja egyben úgymond az Úristent, ami két darabból áll, nagyon csúnyán és nagyon leegyszerűsítve a dolgot, tehát feminin ősprincipiumból és maszkulin ősprincipiumból. És a mérleg lenne az, aki ott a magas szinteken ezt a két principiumot
az imént említett előfeltételek mellett ezt az egységet biztosítja folyamatosan az isteni létezésnek. Tehát ugyanaz, mint a kínai dialektikán, amit látunk, a yin-yang, az a két kicsi delfin, amelyik egyik bele megy a másikba, hogy kiegyenítődik egymással, ezt kellene ez a grafika szimbolizálja. Na most, tehát amikor ez karmában jelentkezik, azt jelenti, hogy ezt az illető személyben rosszul, hogy mondjam, megromlottan jött a világra, megromlottan jelentkezik az illető személyben, mert az illetőben több az olyan jellegű őside, amelyik ide vonatkozóan, tehát olyan töltettel jön a világra, hogy ilyen jellegű ősideák benne tömkelemgével léteznek, de hibásan. Eleve elmondtam már az isteni létezésbe, hogy kerülnek ezek meghibásodottan bele. És akkor ez a feltétele az életének a boldogságának és a többek között, mert van más jellegű karmája is természetesen, de nagyjából és egyik fontos életfeladata, tehát hogy addig küzdjön az életbe, amíg sikerül neki azokat a képességeket megszereznie, amelyek segítségével el tudja érni a párkapcsolati boldogságot. Nagyon sokan ebbe belefáradnak és abba hagyják. A szingli útját választják, maradnak vénlegények, vénleányok, pártában maradt nők, meg mit tudom én, realizálatlan férfiak, akik a férfiasságokat nem tudták realizálni, mert hogy az talán könnyebb. Kiábrándulnak, mert ide tényleg tudatosítás kell. Tehát itt én az este, vagy tegnap végignéztem egy csomó nagyon érdekes vallásos felvételt. Az amerikai Egyesült Államokban van ezeknek ami Magyarországon úgy jelentkezik, ugye, hogy nem a vidám vasárnap, hanem a hídgyülekezet, és talán azoknak az elődjei, vagy hogy mondjam, az eredeti mozgalmainak eléggé értelmesen gondolkozó személyek beszélnek ottan a Jézus Krisztushoz való viszonyulásról, és hogy azt meg kell élni, és azt kell, hogy éljen, és bennük és rajtuk keresztül kell éljen ez a krisztusi szellemiség, Krisztus és az Atya szeretete, stb. És úgy néz ki, mintha náluk meg lenne minden, mintha a kulcs meg lenne. De én azt logusként tudom, mert jött hozzám hit gyülekezetből is egy néhány ember, aki onnan megszabadult, vagy megszökött, vagy ott hagyta őket. Nem lehet csak vidámsággal, és csak boldogsággal, és a boldogság erőltetésével, és az optimizmussal, és a hurrá optimizmussal, és a nagy szeretettel, és a nagy odas visszaleviséssel. Nem lehet ezt a dolgot, hogy mondjam, orvosolni, normálisan megélni. Ide nagyon-nagyon erős fokú tudatosság kell, és ezért mondom, hogy tudatosítsuk az emberekbe, hogy mi van bennük, mi az, ami miatt nem tudnak boldogok lenni, úgy általában, mindenki a maga karmája szerint, ugye? De főképpen a párkapcsolati boldogság az azon múlik, hogy az embernek rengeteg tudatosságot kell belefektetni egy ilyen viszonyban. Elsősorban, ahogy elmondtam a múltkor, önmagát kell megtanulnia elsősorban boldoggá tenni, és akkor a párkapcsolatban is van némi reménység, hogy a kettőjük boldogsága megvalósul. Hiába a nagy szerelem, az elején megvan a nagy szerelem, és akkor azt hiszi az ember, hogy övi az egész világ, de utána jönnek a hétköznapok, és hogyha nincs meg ez a tudatosság, így is úgy is tönkreteszik. Főleg, hogyha mind a kettő mérlegkarmás tönkreteszik egymást. Vagy az egyik mérlegkarmás, a másik meg tűzkarmás. Vagy éppen bakkarmás, ugye? Tehát kitartás kell hozzá, és tudomásul kell venni ezt a dolgot, és harmadik, negyedik, ötödik, hatodik kudarc után is újra vállalni a párkapcsolatot, persze, egyre ügyesebben, és egyre, hogy mondjam, saját magával szemben nagyobb hiba belátási készséggel rendelkezvén, és tudván azt, hogy mi az, amit tényleg el kell és el lehet várni, nem az, mit lehet elvárni a más nemű személytől, és mi az, amit nem kell tőle egyáltalán, mert nem az ő dolga, hogy azt realizálja. Ugye egy férfinak nem kell mindenben nőiesnek lenni, mint ahogy egy nőnek sem kell mindenben férfiasnak lennie. Most nem menjünk bele a részletekbe, majd az később jön. És tehát, hogy mi az, amit viszont el kell várni.
Mert az ő dolga. Például egy nőnek, hogy legyen szeretetteljes. Általában fordítva van, ugye, hogy a nők várják el, és annyi panaszkodó levelet kapok, hogy hát az a baj a párjá, hogy nem szereti elég, és nem fejezi ki a szeretetet, és akkor én mondom, hogy hát de elsősorban ön a szeretet megtestesülése, önnek kell szeretnie, nem? A másik valami másnak. És kezdem magyarázni. Na most akkor így vágjunk bele szívem, hogy mondanád előre, hogy ezt a dolgot a hogy szerinted a férfiaknak mi a funkciója, tehát a yang, a maszkulinitás az micsoda, és mi annak a pozitívuma, és mi a, ami karmában jelentkezik. Hát a yangnak, vagy a maszkulinitás... Szerintem ezt a... neked elébb húzom, de eleve nő vagy is. És halkabban beszél. Igen, neked nem funkciód a kiabálás. Igen. Tehát a maszkulinitásnak a funkciója az, tehát ugye a világosságnak is nevezzük ezt a principiumot, ami az átvilágítás például, tehát ehhez kell a racionalitás, tárgyilagosság és objektivitás, és már például ez is olyasmi, ami a mai nőket, az emancipált is, feminizmust megismert, és feminizmusba úgymond, tehát a feminizmust kedvelő, vagy azzal egyetértő nőknek már ez is egy probléma, amit te itt az előbb felvetettél, hogy valamiért az feminizmusnak az lett az egyik vesző paripája, hogy elvárják, hogy a férfi legyen nő, legyen nőies, és ez egy ilyen rész, vagy hogy mondjam, tehát részben egy igazságon alapul, mert hogy valamennyi nőiesség, tehát valamennyi szeretett principium, tehát női principium a férfiban is kell legyen, tehát ha nem lenne, akkor mondjuk jogos, hogy ezt egy nő hiányolja, csak hogy itt az a tévedés, hogy a férfinak az alaptermészetét arról megfeledkeztek, és ha nem is feledkeztek meg, akkor viszont tehát tudatosan elutasítják, ki akarják. Az alapfunkcióját, nem? Alapfunkcióját ki akarják iktatni, hát ez nagy részt ugye sikerült is, tehát egy ilyen átnevelés történt a modern társadalmakban. A 20. században. Igen, hogy a férfi legyen minél nőiesebb, és ez hogy sajnos sikeres is volt, mert tényleg nagyon nagy részben megfosztották a férfiakat a férfias viselkedésüktől, egészen nyugaton, és azt hiszem, hogy főként Amerikában már a kamasz fiú, fiatal férfiak teljesen be is zárkóznak, úgymond a szülői otthonba, vagy elzárkóznak a társadalomtól, tehát teljesen passzívvá váltak, egyre nagyobb részük, tehát ez ide vezetett, és akkor visszatérve a pozitív férfiassághoz, tehát a funkcióhoz, tehát ez az, tehát mint a világosság, tehát az átvilágítás, de ehhez ugye kell ismeret és tapasztalat is, azt viszont meg kell szerezni, mert ez tehát úgymond való, tehát olyan tudás, ami tapasztalaton alapszik, és saját bőrémekkel tapasztalja a fizikai valóságnak, úgymond még akár az extrémebb, vagy extrémebbnek számító helyzete is a férfi, tehát erre mondják azt, hogy ugye ahol növekszik az emberbe az adrenalin, illetve ilyen kaland, túrák. Persze ott van a harcművészet, ahol tehát szintén a nők is részt vehetnek, részt vesznek. Tehát erre megint az a magyarázat, hogy a nőben is van férfi, tehát maszkulin principium. Tehát nyilván neki is valamilyen mértékben erre szüksége van, de úgymond az átlag, és a nagy többségben
mindenképpen a nő az nőiesebb, tehát azért, tehát biológiailag ugye azért nő, mert szellemben is ő több lett, tehát több benne a feminin, tehát ezt tükrözi a biológiai testünk is. Akkor a férfinak a rendeltetésén funkcióján tovább menve, tehát akkor... Hát ez a cél, ne haragudjál, de a munkákban is, a munka jellegekben is ez egyértelműen megnyilvánul. A különbség. Hát persze, és hogy vannak igenis jellegzetesen férfi munkák, mert például egy vegyük a fémforgácsolást, vagy valahol, ahol mégiscsak gépeket gyártanak, tehát egy nagyon egyszerű és klasszikus példát, egy nagy Esztelga gépen azért, ahol milliméter pontosággal ki kell úgymond forgácsolni egy bizonyos formát, ugye, oda óriási türelem kell, és óriási, úgymond, kitartás, hogy millimétreket elhibázok, megint visszatérjek, megint méricskéjem, megint vissza, megint vessem össze a számadatokat, elrontottam, újra csináljam, stb. Ez már egy nőnek már nincsen cérnája. Például nincs. Vagy felmenni a magas állásokra, az építőiparba, ugye a kőművesek, ahogy dolgoznak is, az ácsok, a betonöntők manapság, azért oda, ott nem csak a kockázat miatt van, hanem oda tényleg fizikai erő is kell effektív, hogy ezt meg azt oda felemelje, mert ott mindent azért gépekkel nem lehet elintézni, akármennyire vagyunk. Igen, egyrészt tehát a fizikai erő, ami alapján úgymond szétválasztóak, vagy két csoportba osztható, tehát a munkák, hogy férfi és női, és a másik pedig maga a férfi a szellemisége is az, hogy de milyen a helyes megnevezés, tehát hogy tehát olyan, tehát kitartó, úgymond kitartó racionális tevékenység, vagy kitartó gondolkodási tevékenység. Hát absztraktabb és pragmatikus, pragmatikusabb gondolkozásmód és mentalitás, viselkedésmód. Hogy egy dolgot addig, hogy mondjam, csiszolok, tökölöm, faragom, gyúrom, amíg az lesz belőle, amit én akarok. Tehát ez már nem annyira a női tevékenység azért. Igen, ez nem nőjes. És azt lehet észrevenni, mert ugye manapság ez egy nagy ügye a feminizmusnak is, hogy a férfias szakmákban jelenjenek meg a nők, és azt lehet észrevenni, hogy ami tényleg nagyon kifejezetten férfias, tehát férfias természetet, fizikumot is igénylő munkák, hát ott észrevehető, hogyha ott meg is jelennek nők, azok azért keményen el is férfiasodnak, tehát mondjuk... Vagy nem tudnak akkora termelékenységet kihozni, és akkor már megint az van, hogy miért nem fizetik egyenlően a nőt a férfival. Igen. Na, az így van. Tehát azt mondom, hogy vannak szakmák, ahol hogy mondjam... Ahol nem tudnak annyit termelni, igen, és annyit, vagy a bányászatban például annyit felmutatni, vagy magas építészetben, vagy mély építészetben, nem tudnak annyit ők felmutatni. Hiába mind küzdenek, hogy legyenek egyenlőek a fizetések, vagy őket is pont úgy alkalmazzák, mert egyrészt nem tudnak más olyasmiket végrehajtani, ezt mondom, extrémebb vagy hagyományosabb munkakörökbe. De persze, számítógépen egy nő akármikor esetleg ver több férfit is, mert pont úgy mozog az agya, meg a keze még gyorsabban jár, hogyha kell, meg könnyebb, stb. Stb. De vannak kimondottan férfi jellegű munkák, amiket férfi tud elvégezni jobban. Igen. De ilyen a sofőrködés is gondolom. Hát de vannak kamionsofőrök is, nők is elvégzik a dolgot, de általában ilyen ritkább, de van. Na, a lényeg az, hogy vannak ilyen helyek, és akkor nem lehet mindent sablonszerűen, csak oda akartam kiukadni, nem lehet mindent sablonszerűen, mint ahogy a feministák, vagy a női, vagy egyáltalán a liberálisok gondolkoznak, igen, nem lehet mindent egyformában. A feminizmus az a nagyon nagy baj, hogy ahogy mondod, sablonosítanak, és ezért is nem segítettek például azon, hogy a házasságok működőképesebbek legyenek, tehát például nőknek sem tudnak segíteni. Sőt. Abban, sőt,
abban, hogy a házasság, tehát harmonikusabb házasságot hozhassanak létre, tehát ők maguk is jobban harmonizálhassanak a férfiakkal, pont ezért nem tudnak segíteni a nők egymásnak, mert a házasság pontosan arról szólna, hogy egyrészt, tehát az egy nagy feladat benne, hogy a nő elfogadja a férfinak a másságát és megértse, mert tehát ott van ugye a lényegi különbség a nő és a férfi között, tehát nem csak fizikailag, hanem ahogy mondtuk eddig is, hogy természetben is, tehát szellemiségében is. És pontosan ugye a feminizmusnak nagyon kártékony ez a hazugsága, hogy ők ezt lehazudják, hogy ez lenne. Ezt a különbséget lehazudják. És akkor végül is ezzel ők azt érték el, hogy még több nő van szerintem, aki nem tudja elfogadni a férjét, a élettársát, mert nem tudja a férfiasságot elfogadni, és pontosan azért, mert az az ideológiája átvette, és karmájánál fogékony volt rá, hogy a férfi nem külön, mint ő, nem különbözik, nincsen ez a másság, tehát akkor ugyanolyan kell legyen, akkor ő elvárhatja ugyanazt tőle, mint egy nőtől, hogy legyen neki feminin, és ő ugyanakkor nagyon sok feminista nő küzd azzal, hogy verseng a férfiakkal. Nem csak, hogy küzd, hanem erre is buzdítja a nőtársait. Bocsáss meg, nem szívem, csak annyit iktatok be, hogy vigyázzunk meg hozzánk, nem jönnek feministák horoszkopot rendelni. Nem. Tehát nem nekik szól ez, hanem azoknak a hölgyeknek, akik beveszik ezeket ezeket a tetszetős dumátokat. Mert minthogy ez nagyon veszélyesek ezek az ideológiák, mert minthogyha igaz lenne. Úgy tűnik, mintha igaz lenne. Mondja ezt a nagy általános dumát, hogy nagyon sok nő átvette, nem csak az élfeministák. Na ezt mondom, hogy igen, rengeteg, sőt, majdnem mindenki, és még az én kamaszlányom is hajlanak arra, hogy vegyék ma át ezeket. Ma már ez egy társadalmi berendezkedés. Igen, egy ideológia. Sajnos, amit a férfiak is átvettek szép lassan. Igen. Szép lassan kezdik ők is vallani. Ez a probléma itt. Na bocsáss meg, mondja tovább. Amit még el akartam mondani, most nem tudom, hogy épp nem mondta, voltam, de... Hát még hangsúlyozod, hogy mi az, amit meg kellene érteni szerintem a nőknek, mi az, ami a férfiakban pozitív ebből a perspektívából, és amit föltétlenül meg kell nekik csinálni, és tőlük el kell várni, és az csak tőlük kell elvárni, és mi az, ami degradálódik. Mondjuk a hagyományos szempontból, amikor zsarnokká lesz egy férfi, és mi az, ami védegradálódik mostanában. Na, tehát ebből a különbségből jön az, hogy tehát más, általában teljesen más, vagy ha nem is teljesen más, de lényegesen különbözik a férfi gondolkodás, a nő gondolkodása, a látásmódja, vagy megfigyelései, és a megoldási elképzelései is. És ez a nőket sokszor irritálja, mert például, hogyha egy nő alapból, tehát mondjuk tűzkarmás is, ugye mai világban, akkor önkéntelen ugye verseng a férfival, és akkor például nagyon zavarja az, hogy a férfinak mások a meglátásai, és mások a megoldási javaslatai, nem csak gyakorlati, de sors kérdésekben is, tehát például gyermeknevelés, vagy kettőjüknek tehát nagyobb súlyú kérdésekben. De még a prioritása is. Más a prioritása, tehát igen, amit érték... mondjuk magyarul, tehát az értéksorrendisége, amit ő fontosnak tart, hogy egy adott pillanatban el kell végezni, vagy igen. Nem kell. Igen. És akkor, tehát azt a nőt, akiben van egy versengés a férfival, mert mondjuk a minimum egyenlőnek akarja magát tudni, akkor irritálja ez, mert tehát érzékeli, hogy mindig más, és hogy bizonyos helyzetekben a férfinak a helyesek a megoldásai, és akkor, tehát ez irritálja a mondjuk tűzkarmás nő, tehát gondolom a bakkarmásokat is, mert ők is elég irányítóak. Sőt. Ugye? És
hogy ennek a más gondolkodásnak is a, itt pontosan, hogy az elfogadás kellene, hogy lássa meg a nő, hogy ebben a férfi más, és ezt a másságot el kell fogadni, és ez így van jól. És nem zsarnokságot látni ebbe. Igen. És ez így van jól, hogy ő bizonyos dolgokat agresszió. Nem úgy lát, és nem tudja azokat, tehát nem, azok a megoldások neki nem jutnak eszébe. Hogy ettől nem kell kisebbségi komplexusa legyen, és nem kell a zsarnokot lássa. Persze ez egy hamis kifejezés ide a zsarnok, mert itt végülis csak irigységről van szó, tehát arról van szó, hogy a másik valamiben erősebb, és az őt irritálja. Tehát ez még önmagában nem a zsarnokság. Azt hazudják aztán zsarnokságnak, amikor ugye kénytelenek akkor a férfi megoldása mellett dönteni, és akkor ez tipikus ilyen feminista, de úgymond az önérzetes nőknek is a megítélése, hogy mármint a helyzet megítélése, hogy akkor ez igazságtalan, és hogy miért nem egyenlően, miért nem fogadjuk el tehát az én megoldási javaslataimat is, időnként is a tiédet is. És ez megint ugyanaz a politika és ideológia, amit a feminizmus is erőltet, hogy attól függetlenül kell egyenlőséget, tehát ott be kell erőszakolni az egyenlőséget, ahelyett, hogy valódi érték szerint lenne egy rangsor és döntés, tehát mindenki úgymond a... Pozitív eredmények szerint. Tehát, hogy mindenki a maga képességei szerint. De szépen, ne arra, ugye, de az bezzeg megvan, hogy jaj, ehhez te nem értesz a női dolgokhoz, de te ne szólj bele, az viszont az jogos, tehát az... Na igen, és akkor ki a zsarnok, ugye? Igen. Nagyon visszás világot hozott a feminizmus, mert tehát tényleg a férfira már rögtön... Hát nem a feminizmus, hanem a liberalizmus, amely... be a feminizmus, úgymond ezt az őrültséget. Hát a liberalizmus elsősorban, mert a feminizmusnak önmagában nincs akkor ereje, de ezeket a tipikus feminista ideológiákat végülis a liberalizmus terjeszti. Ő viszi politikai erőre és hatalmat, ő ad neki, igen. Igen, csak arra értettem, hogy, tehát, hogy kifejezetten ezek az elterjedt feminista... Nézeteket vallják most már a férfi újságírók is például, mert az újságíró az eleve liberális kell, hogy legyen. Ugye? Ha már újságíró, akkor liberális, ez a norma. Igen, igen, és akkor feminista is kell legyen, sokkal. Az a liberális. Igen. Sajnos. Igen. Tehát, hogy mennyire visszás, mennyire hipokrita ez a liberális feminista rendszer, vagy nézet, hogy ahogy mondod, hogy bizony, ami viszont tipikusan női, abban minden, hogy mondjam, minden kis, tehát a legkisebb lelkifurdalás nélkül leintik a férfiakat, hogy te ez nem értesz, és te ezt nem tudod átélni? Igen, igen. A babával bírtam a viszont. Igen. És ő pont az jutott ma eszembe, hogy a legnegatívabb hozadék a feminizmusnak, hát mondjuk sok van, de az egyik, amit nem szoktak észrevenni, vagy nem szokták kiemelni, vagy legalábbis nem annyira konkrétumként, tehát elég, tehát így elhanyagoltabban említik, hogy az mindig is megvolt, úgymond a társadalmakban, tehát az engedett volt, hogy az ember bizonyos hibás magatartásokat kigúnyol, tehát humorosan kifiguráz, és hogy milyen érdekes az, hogy ahogy megjelent a feminizmus, a liberalizmus, úgy a férfiaknak már nem csak a negatív tulajdonságát tették ilyen általános gúny tárgyává, hanem tehát az egész férfiasságot, és tehát ez az egyik legnagyobb igazságtalanság a feminizmusban szerintem, hogy az, mert az is elfogadható és rendben van, hogy a női negatívumokat, tehát amikor tehát a női butaságot mondjuk, tehát nem úgy értem, hogy a nők buták, hanem amikor egy magatartás eléggé buta, de úgy erősen nőies, tehát
ilyen tipizálható, azt kigúnyolják, de ugyanez ez megvan a negatív férfi tulajdonságokra is, és akkor itt nem áll meg ez a dolog, hanem úgy az egész férfiasság. Igen. Tehát a pozitív tulajdonságokat is lehet és általános gúny tárgya. Tehát már ott tartunk, hogy ami férfias, az bizonyos nőknél, mert hát jó, még nem mindenkinél, de nagyon elterjedt, hogy a nőknél az olyan lenézendős, kinevetendő dolog, ami jellegzetesen férfias, még akkor is, hogyha az valójában pozitív. Igen. Tulajdonság. És akkor még térjek vissza a... Hát igen, azt akartam mondani, hogy most is az történt, hogy a jellegzetes női játszma történt itt, mert nem arról volt szó, hogy a nők negatív tulajdonságairól kellene beszélni. Tehát a feminizmus az egy negatív női tulajdonság végül is. Hanem ezekről én kellett volna beszéljek, de hát elvetted tőlem a funkciót, már is látod. Hanem neked abban legalábbis azt szerettem volna, hogyha te a férfiasságnak az eredendő pozitív és nagyon hasznos és kell és hogy mondjam, szükséges és nélkülözhetetlen tulajdonságairól beszél, és utána az árnyék énnek a tükrében ezeknek a negatív megnyilvánulási formáiról. Na, úgyhogy hát sajnos, hogy én is többet tudok a negatív női tulajdonságokról beszélni, vagy könnyebb és megszokottabb. Akkor még a férfiaknak a szerinted a negatív tulajdonságairól is beszélni. Hát végig gondolom, hogy tehát még a pozitívon nem teljesen mentem végig, mert jó. Az apaságot, igen. Tehát eddig még inkább én a marsikus rész, igen. És a uránusz. Marsikus, maradjunk. Volt, és tehát szaturnuszi rész, tehát az apaságról nem beszéltem. Tehát az apaságban is egyébként azok, amiket eddig is soroltam, szintén fontosak. Csak ezt érdemes így külön kiemelni, hogy igenis apaként is kell az objektivitás, tárgyilagosság, racionalitás. Tehát kell az apának a teljesen más megközelítése. Hát elvonatkoztatás, tehát a pillanatnyi helyzettől és a pillanatnyi érzelmi állapotoktól való elvonatkoztatási képessége. Ami nincs meg a nőnek, mert az pontosan arra való, hogy ő érezzen belé. Az is nagyon fontos, hogy tudjon beleérezni. Igen. A férfinak meg nincs az a beleérző képessége, most már ezt nem mondom általánosan, vagy szóval általánosan mondom, biztos, hogy van, aki nagyon érzékeny és nagyon beleérző, mint igen. Például én is, de általában úgy kellene, hogy legyen, hogy általában ő tudjon elvonatkoztatni, hogy pontosan azért, hogy hideg fejjel az adott helyzetbe tudjon megfelelő döntést hozni. És hiába ez a modern ideológia, feminizmus, mert önkéntelenül úgyis ezt várják el végül is a nők, még hogyha tagadják is, úgymond büszkeségből, meg úgy férfi ellenességből, még ha letagadják is, de azért valahol mindenki azt érzi, hogyha egy férfi csupán beleérző, tehát csak nőies, mondjuk apaként, azért azt mindenki érzi, hogy az kevés, tehát hogy az úgy nincs, de nem a funkciójában van. Vagy még hogyha ámítják is azzal magukat, hogy az úgy jó, az később, tehát kamaszkorban aztán kiderül, de sokszor jóval hamarabb is, ugye, mert tudjuk, hogy a kicsi gyermek is eléggé lázadó és dacoló, ugye, hogyha nincsen megnevelve. Na, tehát itt a Szaturnusznál és az apaságnál már nem csak a tárgyilagos megközelítés és a más szempontból megjelenő megoldások vannak, hanem egy olyan beavatkozó magatartás, ami azt jelenti, hogy megáll bizonyos tehát a magatartásnak bizonyos határait megjelöli, ugye, tehát ezt nevezik ugye szocializációnak is, és fegyelmezésnek is, tehát így tanul önfegyelmet a gyermek, tehát ez már nem csak úgymond, ez már nem csak elméleti rész, és nem csak tudás átadás, hanem van
aktív szerepe is az apának, nem csak az, hogy az anya, tehát nem csak az, amit tipikusan nőinek gondolunk, hogy a gondozás, az etetés, ruháztatás, stb. És a szeretés. És a szeretés, hanem ami nagyon fontos, és amiben általában a nők úgymond gyengébbek, de ez nem, tehát ezzel nincs ezzel probléma, mert aztán idővel ők is azt megtanulhatják, de hogy velük születettem, úgyis először mindenki a saját maga neme szerinti principiumot kell realizálja, tehát hogy az apa tudjon, tehát megállító, tehát határkijelölő, határozott lenni, és erélyesnek lenni. Igen, és elváró is lenni, tehát azzal tudja fejleszteni a gyermeket, tehát általában, tehát a női természet végül is abból fakadóan, hogy ő az, aki, tehát a nő az, aki kihordja, még saját testéből is, még utána is ugye táplálja, tehát a szoptatással a gyermeket, és hogy a kicsi gyermekek gondozása az úgy általánosságban nagyobb részt a nők végzik, persze vannak kivételek, de ugye ez inkább nőies szerep, vagy funkció, ugye, de aztán, tehát ebből fakadóan a nőnek a gondolkozása is sokkal inkább, ahogy te mondtad, tehát átérző, beleérző, és inkább óvó, tehát ösztönösen, reflexzerűen a gondolkodása is inkább óvó és kímélő, és hogyha nincs mellette az apai szaturnuszi gondolkodás és tehát fellépés jelenlét, akkor... És a pragmatikus, te felejtsük el. Akkor úgymond nincs meg ez az egyensúly, tehát a gyermek nem kapja meg mind a kettő szülői hozzájárulást, nevelést, és akkor, hogyha megmarad, hogy mindig csak ez a kímélő óvó, akkor az egyáltalán nem egészséges. Szerető, kényeztető. Igen, az egyáltalán nem egészséges a gyermeknek, hiszen a fejlődés, hogy mondjam, tehát a fejlődése eléggé gátolt lesz, és akkor ilyenkor lesznek ugye depressziósok. A fiatalok már azt érzik, hogy sokkal kevesebbek ők annál, mint amik lehetnének. Hiszen itt még valamit kihagytunk azért, kihagytál. A pragmatizmussal, a férfinak a pragmatizmussal. Például a gyermeknevelésben, hogy nem elégszik meg azzal, hogy a gyermek elméletben elmondja, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, és hogy lehetne megcsinálni, oda tesz, hogy csináld is meg. Hát az anyuka meg elfogadja, nem ilyen szépen tudja, nem ilyen jól tudja. Igen. Vagy nem fogad el fantazmagórikus meséket, vagy nem lássuk a gyakorlatban, mit csináltál, hogy néz az ki a gyakorlatban. Hát ez azért marad ki, mert manapság azt hiszik, hogy az anyák a pragmatikusabbak, azért, mert mindent megcsinálnak a gyermek helyett, vagy legalább igen, sok sajnos minden. Igen. És azt hiszik, de... Na, tehát... De azt te tudod a legjobban, saját bőrödön tapasztaltad, hogy mennyire egészségtelen. Hát így van, így van. Már úgy értve, hogy az én neveltetésemben is, meg azért saját... Tehát a mi lányainkkal mondjuk ezt nem annyira követtük el, de az biztos, hogy rögtön érezhető, hogyha úgymond ilyen szempontból ki vannak szolgálva, akkor már meglátszódnak annak a negatív visszahatásai következmények. Tehát itt a pragmatizmust azt értettem, hogy a gyermek azt tudja is bebizonyítani, amiről beszél. Igen, igen. Hát most én erről beszéltem, csak a pragmatizmus szó nekem ide nem jutott eszembe, hogy ezt így kéne értelmezni. Hát de így, ez van. Igen. Ez van. Hát igen, hogy a gyermeket is gyakorlatiasságra nevelni. Ezzel. Hát hogyne. Hát az életre kell nevelni őket. Nem, nem fantazmagóriákból nem lehet meg én is. Van. Vannak 3-4 diplomások, még mindig téveik. És ebben egyébként ezt nem akarják a nők általában elismerni, de hogy azért is jobbak ebben a férfiak, mert sokkal, hogy mondjam, célirányosabbak, és ilyen szempontból az értékhierarchiájuk, hogy mi is a célja annak, hogy gyakorlatban éppen mit csinálunk, hogy annak mi is az elsődleges célja, azt a férfi jobban meglátja, jobban el tudja dönteni, és jobban céltudatosabb is marad. Még ahogy mondtad, a nő
És követelni is tudja, igen. És követelni is tudja, hogy azt tessék elérni azt a célt, azt csináljuk meg, lássuk, igen. Valóságban megtudtad, de megcsináltad. Mi jött ki belőle, mi lett ki, lássad te is azt, hogy mi jött ki a te munkádból, a te tevékenységedből. Igen, tehát ezt mondom, hogy a nők, ők nem céltudatosak, ők elfogadóak, igen. És elnézőek, hogy jó, amit csinált a gyerek, az is jó. No, tehát nem ez a pragmatizmus, uh-huh. Ez még mindig az érzelem, tehát ez még mindig na, ezt a pragmatizmust is a férfiakban negatív, hogy mondjam, igen, megítélés illeti, ugye, hogy ezt te mondtad, hogy még gúnytárgyává is teszik néha. Igen. De pedig aztán tényleg milyen szörnyű, amikor élhetetlenek lesznek a gyermekek. Uh-huh. Vagy amikor nem mernek semmit csinálni, mert nem volt megtapasztalva a dolog, és akkor attól lesznek depressziósok. Hát számtalan olyan esetem volt, hogy megmondtam, hogy ennek a gyermeknek nem az van, hogy, és általában pont ilyen szülők, jaj, hogy ők nem akarnak beavatkozni az egyéniségébe és a személyiségébe, és nézem, a gyermek pont, hogy bak vagy éppen, sőt, nyilas karmás. Hát pontosan, hogy a nyilas karmás gyermeknek meg kell mondani az elején, hogy nincs neki elképzelése arról, hogy mit kell csinálni. Nincs egy céltudat. Céltudatosság nélkül született a világra. És az be kell ő egész gyermekkorában gyakorolnia, tehát úgy, hogy egyszer az elején a szülő elmondja, meg a tanítóbácsi, mindenki, hogy... Igen, de állj meg, de hogy szokjon hozzá ahhoz, hogy... És aztán majd kamaszkorában, hogyha már gyermekkorában sokat csinálta, akkor majd lesz neki is céltudata. Érted? De magától nincs. Van, aki úgy születik a világra, hogy nincs, mint ahogy a mérlegnél, ahogy mondtam, hogy nem úgy születik a világra, hogy boldog tudjon lenni önmagától. Na van például a nyilas karmás emberkék, meg az ikrek is általában, hogy nem nagyon, tehát ha nem mondod meg, hogy mit kell csinálni, akkor zavarban vannak, vagy a szűz karmások, mind ividem, azt a viccet többször nem vicc, hanem azt a dolgot elmondtad, besildelte. Igen. Hát igen, amikor egyszer én a konyhában tékedtem, és bejött hozzám a szobából, és akkor kérdezi, hogy anyuka, most mit csináljak? És akkor mondom, hát nem tudom, hát mennyi játszani mondjuk. És akkor megjegyezte, hogy hát apuka mindig tudja, hogy én mit kell csináljak. És akkor ezt érezhető volt, hogy azért jegyezte meg, mert hát így úgymond válasz nélkül maradt végül is tőlem, mert nem kapott egy határozott választ, hogy ő most mit kell csinálja, mi az, amit most ő fontos, hogy... És aztán, hogyha megszokja, aztán majd nagykorában tudja csinálni, de hogyha most nem adtál neki egy célirányt, egy valamit, egy tevékenységi formát, hogy most csináld, akkor úgy marad. Na, és akkor ilyen szempontból például ezt már könyörtelenségnek veszik a gyermekkel szemben egyes nők. És visszatérve erre a szűzkarmára, hogy ez is egy érdekes például, hogy ividőnél tényleg, nem tudom, hogy más gyermekeknél, akik nem szűzkarmások, de tényleg nagyon szereti is, hogyha feladatot adunk neki. Gondolom, ez valamennyire általános, de egy szűzdél talán. Nos, a liberális szülők meg azt mondják ki, hogy nem szabad neki beleavatkozni, ahogy amit ő, ahogy akarja, hogy látja, azt ő magának ő kiválasztja, és úgy kell hagyni, hogy... És van, amikor egyszerűen magától neki nem jó, hogy csináljon valamit. Karmától függ. Na szívem, na most akkor még mondd el a férfiaknak a negatív tulajdonságait is. Hát negatív tulajdonság, hát azt általában legközismertebb, vagy legtöbbször panaszkodnak rá, amikor a férfias tulajdonság mellett nincs valamennyi nőies, tehát a szeretet principium, ami ugye egy kicsit finomítana rajta, és azzal úgy a nők mégiscsak könnyebben. Van, amikor egy férfi tényleg zsarnok. Igen, van. Igen, hát ezt mondom, amikor... Zsarnok. Vagy van, amikor túl... Kegyetlen is. Így van. Szenvedélyesen, kegyetlen is érzéke. Na mondjad, szíve. Hát, nem kell finomítani. Igen, tehát amikor kegyetlen, durva, és... Kíméletlen, igen, és általában ezek a férfiak tehát eszükben nem tudjuk alkalmazkodni, hanem ilyen olyan, tehát a zsarnok típus, aki azt várja el, hogy ő hozzá kell mindig alkalmazkodni. Öntörvényűek, igen. Hát, igen, és amikor nincs érzék, úgymond a nőhöz, tehát mindig csak férfias dolgokkal akarnak
foglalkozni, és... Most az éveszőparipám most átfordul, ugye, amikor túl pragmatikusan akarják a női kérdéseket megoldani. Igen. Nem lehet azt... Igen? Igen. Hát... Hogy neki olyan, hát neki olyan egyszerű, logikus az egész, hogy ezt így kell, és az úgy van, és akkor abból úgy kell, akkor miért nem fújtani? Nem, tehát ez abból jön, igen, amikor nem veszi számításba, hogy a nő belülről nem olyan, mint ő, és erről akkor annak nem olyan logikus, és igen. Nem olyan magától értetődő. Na, és ebből szokott fakadni azt, hogy akkor lenézi például a nőt, hogy na, tehát már nem tudja megérteni, és akkor azt látja, hogy a nők bonyolultsága az olyan felesleges, tehát... Csak az nem bonyolultság, hanem másság, megint csak. És lehet, hogy alapfunkcióban igaza van, hogy másképp látja az a nő, és akkor általában... Na most az ilyen típusú férfiak nem is szokták elismerni és beismerni azt, hogy nem volt igazuk, hosszú távú következmények szintjén, akkor megint csak a maga igazával megy tovább. De van mindennek a másik ellentétes változata, amikor erről le van szerelve, vagy úgy születik a világra. Hát nekem is volt számtalan esetem, hogy megmondtam, hogy ezt a fiút meg kell tanítani férfinak lenni. Sőt, olyan is volt, hogy a férfit kellett megtanítani, hogy lehet ő férfi, és hogy tudja megtermékenyíteni a feleségét. Tehát ilyen esetekkel te nem találkoztál, hogy nem tudja a funkcióját egy férfi gyakorolni. De volt ilyen eset, igen, hát akkor viszont, tehát ez femininek vagy nem csak feminin. Hát jó, de mondja. Hát igen, amikor te túl úgymond passzív, vagy legalábbis... Vagy óvatos. Igen, túl óvatos, vagy túl passzívak. Tehát sokszor ez olyan esetben fordul elő, amikor olyan karakteres volt az anya, tehát elnyomó volt az anya, és úgy nőtt fel az a férfi fiúként, hogy tehát teljesen elfogadó és úgymond kritikátlanul pozitív van kellett viszonyuljon az anyához, tehát teljesen elfogadóan és istennőnek látva. És ez által a női lényekhez általában, igen. Női személyekhez. Igen, és akkor nem mer semmi, úgymond semmi eltérőt megnyilvánítani, mint ami a nő, hanem vagy elfogadja, vagy általában úgymond nő nélkül is, tehát egyedül is maradnak ezek a férfiak, mert nincs az a... Tehát pont az, hogy ahogy a nő nem is találja őket annyira érdekesnek, tehát nincs a provokáció a két ember között, mert végülis az is kell a szerelemhez, tehát a két nem... Két ember között lehet, hogy van, illetve az egyik ember között, tehát a nőnek van provokatív, hogy mondjam, hatása a férfira, mint nő. Igen, de a férfinak nincsen, mert nem férfi, tehát nincs kezdeményező képessége, igen. Nincs bátorsága, nincs, megint csak céltudatossága nincs. Igen, ez így van, tehát én is tudok olyan esetről, hogy egy férfi úgymond a nő elhívta magához, tehát találkoztak, és akkor volt egy ilyen párbeszéd, hogy aztán a nő rákérdezett, hogy hát nem tetszik ő neki, vagy... És akkor a férfi azt mondta, hogy de. És akkor milyen érdekes, hogy tehát ahogy te mondod, hogy a férfi érezte, hogy vonzódik, de ő nem tudta, hogy vagy ő nem kezdeményezett, és akkor ez egy ilyen... Na, tehát ilyen helyzetek vannak, és akkor ebből általában nem lesz működő párkapcsolat. Na és sajnos, mert hogy ilyen feminista az ideológia, amiről beszéltél, ezek a férfiak, egyre többen vannak ilyenek, illetve, vagy fiúgyermekek, úgymond, akik felnőnek, egyre többen lesznek, már felnőtt korban már úgy érkeznek be, hogy egyszerűen nem tudják, hogy mit kell kezdeni egy nővel, vagy egyáltalán az életben, és akkor inkább félrehúzódnak, úgymond, és akkor megelégednek azzal, hogy valami pénzt keresnek, és akkor van valami hobbiuk, ugye, vagy elkezdnek keményen inni, vagy mit tudom én, ennek az úgynevezett hobbinak, tehát hogy nevezik ezt,
hódolni. Hogy lehetne ezt a hobbit magyarul megnevezni? Valami élvezeti elfoglaltság, vagy hogy mondjam, a megélhetésen kívüli, vagy a szakmán kívüli? Hát kedvenc időtöltés. Kedvenc időtöltés, hát, na. Na, még tudsz-e valamit férfiakban? Tehát negatív. Igen. Mikor nevezik a nők például fatökinek a nézőt? Nem tudom. Hát nem ez az előbbi, amikor, de, nem, de, amikor de, nem kezdtem, igen. Igen, igen, igen. Na jó. Tupaszív, igen. Tessék? Mikor tupaszív. Igen, igen. Vagy félénk, vagy érdektelen. Pedig a feminizmusnak ez a célja még akkor is, hogy igen, igen. Így konkrétan nem mutatták meg, hogy na, mi végülis ilyet forognak mindenkiből. Hát nem mutatják, mert... De ők nem, de nekik egy abstrakt férfi van az agyukban, mert ez se tetszik, mert jó, hát ezeket úgy lenézik aztán, hogy nem igaz. Az ilyen férfiakat hát aztán ők nézik le ennek elsősorban. Ez így van, csak amiket viszont hangoztatnak, azzal csak ilyet lehet elérni. Így van. A módszerrel csak ezt lehet. Na jó, akkor én átveszem egy kicsit a szót, jó? Akkor ezt egy kicsit így fordíthatjuk elrébb is. Így tehát a női principium, mint ezzel egyszer elmondtam, talán az a megtermékenyülésnek és a teremtésnek, ezáltal a teremtésnek, és a női principium összetettebb, mint a férfi principium, mert ő egyszerre bontja meg az egységet, és sokszorozza meg, ugye? Tehát a teremtéssel, a nővel, az odaadással, úgymond, a kiáradással, kiáramlással kezdődik a teremtés tulajdonképpen. Ez egy női, jellegzetesen női, úgymond, feminin principiumhoz kötődő dolog, tehát a teremtés maga, ugye, az adni magamból valamit létrehozni, valami csodálatosat, illetve a további teremtést, a további prokreációt biztosítani. És ugyanakkor a nőbe van meg, tehát amellett, hogy ő bontja meg, illetve ő sokszorozza meg a teremtést, az egységbe való, tehát a sokszorozódást azt a régi misztikusok még az ördögtől valónak is mondták, ugye, a sokszerűséget. Na most, de ugyanakkor benne van meg a vissza, ahogy mondjam, szereteterő is. Tehát szereteterő ez a kiáramlás, ez az odaadás, ez az elengedés, odaengedés, teremtés, menjetek és sokasodjatok, ugye, de ugyanakkor az egységbe való visszatérés is a szeretet, tehát hogy mindent lehetőleg egységbe vonni. Ide aztán bejön az engedékenység, az elengedés, mindegy, csak együtt legyünk, egy helyen legyünk együtt, vagy be legyünk, stb. A szeretet principiumnak ez a másik megnyilvánulási formája. De hát már mondtam, az áldozatkészség, és persze mind olyan dolgok, ami persze, hogy az a mai feminista ideológiában az ördögtől valónak tűnik, hogy áldozatkészség, nem, hát bezzeg, én legyek az áldozatkész, legyen a férfi, a hülye férfi, legyen. Hát de hogyha ez az eredendően ez az... Hát egyébként egy családban a férfi is végig ugyanaz áldozat. Hát hogyne, hát aztán, hogyha elmegy és ő áldozza fel az idejét, s a energiát, mindent, hogy amíg a régi funkció megvolt, ugye, hogy amíg... Mert azt is elfelejtik. Ők szeretnék, hogyha ők az ő részétől is szabadítsa meg a férfi. Igen, mindentől meg. Hát megszabadította, hogy ezeket a háztartási gépeket azért mind férfiak találták fel, ne haragudj. A porszívótól elkezdve a mosógépig, s a mosogatógépig, ez mind férfi találmány, számítógépről nem is beszélve. Na most ezek segítségével ugye a nő megszabadult egy csomó mindentől, és ezért sajnos a funkcióját se tudja már betölteni, ilyen szempontból sem, és akkor ettől ideges. És ettől vannak más elvárásai, mint amilyen kellene, hogy legyen. De mindegy. Tehát most a lényeg itt az, hogy ő kellene legyen, tehát az odaadó, a tápláló, a nevelő már a férfi kellene legyen, ő a tápláló és a, hogy mondjam, a fenntartó, a létfenntartó,
az ellátó, és így tovább a családban, és ezt ettől megfosztották, most nagyon örvendek, hogy a Fidesz például a Fidesz-KDNP-be akarja vezetni azt, hogy a 4 gyermekes kell már főállású anya lesz. Ez nagyon helyes, így is van a rendjén, a dolgok így vannak a rendjén. Na, és így tovább, tehát ez nem annyira, nem, ez most egy szükséglet váltotta ki, hogy a magyar nemzet azért ne sorvadjon el, ugye, de ez lenne a normális. Ez régebben ez így volt, tehát a paraszti társadalmakban, stb. Az anyákat kisegítették, a több gyermekes anyákat. A rokonsága, mit tudom én, a kisebb gyermekek, a férfi többet. Azt vettem észre, hogy nagyon rossz a megosztottság, tehát az anyasság az Most egy gyermekkel is már kaptam olyan levelet, nemrég készítettem egy ilyen horoszkopot, állandóan, hogy hát hogy neki miért, mert el kellett váljon a férjétől, és neki miután persze a férfit meg akarta jól ezélni, hogy mondjam, 7 bőrt akart lehúzni róla gyermektartás fejében, és akkor ettől a férfit teljesen elidegenítette, érdektelenítette, és utána még ő panaszkodott, hogy milyen nehéz volt neki egyedül nevelni a gyermekét. De hát ő küzdött a gyermekének a jogaiért, aki még 2-3 éves volt. Milyen, vagyis nem is a jogaiért, hanem az érdekeiért, a gyermekem érdekeiért küzdöttem. Közben abban volt benne, hogy minél több tartásdíjat a másiktól leszedni, ugye, és akkor utána meg még milyen rosszul esik, hogy és az egyetlen egy, hát ha mondom, hölgyem, hát én 3 gyermeket neveltem, gondoztam, és én nem panaszkodok senkinek. Az milyen dolog, hogy egy nő panaszkodjon? 3 leánygyermeket láttam el, és voltam iskolában, és minden, hogy egyetlen egy gyermekét, akit egyébként aztán már 14 éves korában kollégiumba adott. Tehát van egy ilyen, hogy mondjam, tehát ez mindaz, amiről eddig beszéltünk, már egy ilyen felde koncepciókat szült, hogy igen, hát a nőt kell segíteni, de milyen esetben kell segíteni? Tehát igen, amikor van több gyermeke, hogy ne? De amikor nincs neki, vagy egy sincs, és egészen odáig menően, hogy most amit... Hát annyiban, hogy kell olyan lehetőség, hogy tudjon jövedelmet szerezni, mert nyilván... Hát az megvan. Nem lehet távol ott, ha volt. Ezek megvannak, most nem erről beszélek, tehát ez megvan, tehát most van lehetőség, Magyarországon 0, valamennyi, vagy nincs is munkanélküliség, tehát van mindenkinek lehetősége. Nem erről van szó. Arról, hogy igen, jó, hogyha van szolidaritás, társadalmi szolidaritás, régebb az volt a paraszti társadalmakban, ott volt a közösségnek a szolidaritása, ugye? Ma már ezt az állam átvette a funkciót, akkor tessék átvenni teljes egészében is. Ezt most már átvette, látom, a Fidesz, és a KDNP, tehát ez a kormány, de akkor megmaradt a szingliknek és az egykéseknek, hogy rajtuk kell segíteni. Amikor mind a két hölgyről, akiről beszélek, kemény fizetéseket kapnak, nem. Ő azt mondja, az a második eset, ahol nincs is még gyermek, hogy ő most mondta el a főnökének, hogy ő neki ez fáj, hogy akármilyen baja van, ő rajta senki nem segít. Kollégák, persze kollégáknak mind vannak gyermekeik, mint családos és elfoglalt. Na, tehát azért végig kell gondolni, hogy mikor is van az a segítség, és mikor is, és mire fel kell. Tehát ez megint funkciófüggvényes, ez a dolog. Na, de ezt már nem tudják végig gondolni, hogy racionálisan, ahogy mondtuk az előbb, ugye? Tehát a nőnek, mondom, a legprimordiálisabb a szeretet. Egy tessék szeretetet adni, szeretettel állni hozzá mindenhez, a megértés, az empátia készség, és így tovább. Ami nagyszerű, amikor egy nőben ez megvan, akkor olvadnak el a férfiak érte. Nem attól olvad el egy férfi, amikor vele verseng a nő, és... normális férfi. Igen, normális férfi, bocsánat, igen. Hát mert mondjuk még egy éretlen férfi nem vágyik arra, hogy annyira anyai legyen a nő. Hát nem kell anyai, most nem az anyaságról beszéltem, általában a nőnek kellene, igen, empatikusabbnak, beleérzőbbnek, megértőbb, belülről, úgymond érzékenyebbnek lennie, stb. És
ez lenne a pozitívum, mert bizonyos esetekben, tehát amikor még kicsi a gyermek, akkor ott az absztrakt, a férfias absztrakt gondolkozása nem nagyon van, amit csináljál. Van, amikor kell ez az anya intuíció, a női intuíció. Illetve egy párkapcsolati konfliktusban van, amikor a férfi hiába gondolkozik absztraktul, mert semmire megy a dolog, és akkor a nőnek kell megértenie, mert és meg is érti, ha még nem veszed ki belőle a nőiség, akkor ő intuitíve jobban ráért tud érezni, hogy mi a baj a férfival, csak ezzel most már nem foglalkoznak egyáltalán. Egy fontos figyelmeztetést ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy sok nő jár úgy, hogy valamennyi, tehát bizonyos helyzetekben, ahogy mondod, ez, tehát még gyakorolja úgymond ezt az elfogadást és szeretetteljességet, de más helyzetekben pedig kevésen viselkedik, és elijeszti azzal a férfit magától, és akkor sok nő nem érti, hogy ő miért maradt egyedül, és azt mondja, hogy hát pedig ő ezt is megtette, azt is megtette, ő kedves volt, szeretetteljes volt. Tehát meg kell érteni azt, hogy amikor viszont a férfi meglátja azt, hogy ez nem egy stabil, nem stabil a nőben, hanem időnként ellentétébe válthat, és akkor olyankor cserben hagyja. Hát amikor előjön a kevésség. Megbántja, igen, a férfi. Tehát nagyon sok nő ezért marad egyedül, illetve így hidegülnek el mondjuk házastársak. És akkor a férfi elkezdne hazudni. És nem akarják a nőt belátni, hogy nem stabil bennük ez a szeretetésség. Ez megint nem általános dolog, ez megint karma kérdése, mert egy ikrek karmával született nő természetesen, hogy kétszínű lesz, és kétkedő, és kétségbe lesz esve, és soha nem fogja elhinni azt, hogy őt szereti a férfi, és a férfi akármennyi tanúbizonyságot tesz erre, hogy szereti, és nem fogja elhagyni, és mit tudom én, mi is, családjáért van oda, és vissza, a család neki fontosan mindegyekben, és amikor már állandóan ebbe kételkednek, egyszer csak már tehetetlenné válik, és akkor azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálok, és akkor tényleg akkor már kezd közömbös lenni, és akkor ugye ismerjük a recepteket, hogy vagy a barátokkal elkezd kocsmázni, vagy elkezd járni kurvákhoz, vagy elkezd a tavaknál látjuk, hogy hány férfi tölti az idejét. Elmennek horgászni a férfiakére. Jó, benne van még egy kicsi atavizmus is, hogy a ragadozót még nem tudják élni civilizációra felváltani, ugye, hogy olvasásra, meg töprengésre, meg tévézésre, stb. De az is van, hogy nem szeret, vannak férfiak, akik nem szeretnek hazamenni, mert nem jó a légkör. Otthon nem jó a légkör. És akkor ez megint onnan van, hogy az illetőnőt megint csak nem arra tanították, hogy legyél házias, erről nem is beszéltünk, hogy mennyire for. Jaj, nekem kell beszélni for. Hát abban a táplálásban benne van, hogy neki kell, a nőnek kell elsősorban háziasnak lenni. Nem árt, hogyha a férfi is tud takarítani, tud mosogatni, be tudja indítani a mosógépet, stb. Esetleg egy kicsit sütni, főzni is tud, de elsősorban a nő kell ezt tudja. És ő kell a hangulatot megteremtse, a pozitív hangulatot a konyhába, a szobába, az ebédlőbe, akárhol, ahhoz, hogy ott érezze jól magát a férfi. Tehát minimum a szeretetteljességet. Így van. Így van. Általában a férfiakat szó. Igen. No, tehát itt van a női principiumnak a pozitívuma, amit még állandóan negatívumokkal kell illusztrálni, sajnos mostanában. Tehát ez lenne az alapfunkció, tehát, hogy táplálni, és belülről odafigyelni a gyermekre, belső szükségleteire a gyermeknek jobban odafigyelni. Hogy szokták mondani, az érzelmi intelligenciájának a nevelésére, művelésére, stb. Aztán majd jön a férfi apuka, majd jön a beavató mester kamaszkorúban. Ugye, na most ez, akkor elmondtuk, a melegség, a szeretetteljesség, ugye, az odaadás, egységbe való kapcsolódás, és az empátia, a megértés, ugye, hogy megértem, hogy most bajod van, és most fáradt vagy, vagy most
Na, amit általában mindig a férfiakból hiányolnak, közben ez női jellemvonás kellene, hogy elsősorban legyen a megértés. Tehát, hogy mindegy, hogy nem érdekelnek a körülmények, és ezért én megértlek téged, hogy most ilyen vagy, mert én nekem van egy belső érzékenységem, mert nő vagyok, és erre jobban ráérzek, és akkor megértlek téged. A másiknak meg kell magyarázni, a férfinak, a nőnek nem kellene, hogy megmagyarázni, hogy mi a probléma, hogy jobban figyel oda, stb. Na most ezzel szemben ugye, mikor ez karmában van, és mostanában teljesen úgymond karma oldás ellenes a mai nevelés, a mai pragmatikus nevelés. Mind fiúknak, mind lányoknak. Arról nem is beszélve, hogy legalább régebb elmentek, s vitték a gyermekeket is az esküvőre, vitték a keresztelőre, vitték a mit tudom én, a másik családi ünnepre, és akkor észrevették, hogy van egy apukas, van egy anyukas, van, és a családok közül gravitás, hogy hozzászoktak, hogy majd nekik is lesz egy apai vagy anyai szerepe. Ma már ilyesmi nincsen. Ma nincs ilyesmi, az iskolában abszolút nem erre tanítják, eszük ábángágában nincs, most már a tanárok se tudják, főleg a tanárnők, a tanárok. Egyszerűen ma már nincsenek tanítók, ma csak tanítónők vannak. Régen voltak még tanítók. Most már a tanárok is kezdnek kihullani, csak tanárnők maradnak, azok is hagyják ott a pályát. Nagyon sokan. Tehát nincs megtanítva az a gyermekeknek, hogy amellett, hogy nagy énekesnő leszel, nagy színésznő leszel, nagy háziasszony leszel, most már pedig ez nincsen, de mondjuk egy kicsit viccesen, hogy hát ez is van. Nagy, mit tudom én, fonónő leszel, vagy nagy szakácsnő leszel, vagy nagy közgazdász leszel, az aztán sok van, pénzügyi könyvelőnő leszel, de elsősorban úgyis a legfontosabb funkciód az életben nem a munkád lesz, amivel pénzt keresel, még csak nem is a karriered, mert a karrier az nagy dolog, ugye, hanem az, hogy édesapa leszel, vagy édesanyja leszel. Az lesz a legnehezebb, és a legfontosabb, és hogy fér leszel, vagy feleség leszel. Ezekről a fő funkciókról abszolút nem esik szó. Sehol. Se a családban. Le is nézik ezeket a funkciókat. Na tessék, ez az. Ez az. És akkor hogy legyenek boldogak? Na, itt vagyunk a mérleg karmánál, nem? Hogy legyenek a szerencsétlen emberek boldogok, amikor erről azt hiszik, hogy összeállunk, és akkor úgy jó lesz szex, és akkor azt minden megvan. Nincsen, ugye? Van karakterbeli különbség, és egy dolog, hogy amíg ketten vannak. De aztán jön a gyermek, hogyha jön egyáltalán, és akkor már jön megint. Jön mindaz, amiről beszélt, az eltérő gondolkozás, és az eltérő elképzelések, ezeket már nem lehet egyeztetni. A férfit általában ki van szerelve a nézéből. Na itt jön a negatív nő. Hát a nőstorból elvárják, hogy... Mert ő szült, az ő gyermeke. Olyan primitívek lettek, komolyan mondom, hogy ezelőtt ilyen nem volt. És akkor számtalan olyan esetem volt, hogy megmondta mit tudom én, nekem jeleneteket mesélnek el férfiak, hogy volt egy ilyen jelenet, mit tudom én, amikor éppen raktuk fel a függönyt, hogy a gyermek valami rosszat csinált, és akkor a férfi pofon akarta venni, vagy mit tudom, rá akart kiabálni, és ilyen volt, hogy mind a lándzsát megfogta ezért a nő a rúdat, azt mondja, hozzá nem el nyúlni, mert most szúrom keresztül rajtad ezért a rúdat. Ilyen nők vannak ma. És akkor úgy elkényeztette a gyermeket, hogy a gyermek most már veri. De közben, mivel a férfi ezúrra se hallgat, mert elszoktatta tőle, hogy a férfinek legyen tekintély előtte. Na. És akkor ez a nagy szeretett teljes anyuka, aki annyira szerette, hogy közben a gyermek csak ürügy volt arra, hogy hatalmat gyakoroljon a férfi fölött. Na, tehát itt van a probléma, amikor megint csak az apát, mert itt végül is akárhogy forgatjuk a dolgot, nem is annyira a feminizmussal van a baj, és a feminizmus is csak úgy tud létrejönni, hogy az apa funkcióját, tehát a férfiasságból, az apa funkciója kiesett, és a nőknek már egyszerűen nincs benne a homlokterükbe, az elképzelésükbe az, hogy az én férjemet, akit majd
hogy mondjam, most szeretem, és jaj, oda-vissza vagyok érte, de 5-6-7-10 év múlva apaként is el kell viseljem. És neki pont akkora jogos, pont annyira kötelességes, pont annyi hozzáférése kell legyen a gyermekhez mindenkinek. De te ezt nem tudod, mert ez nem férfi dolog, amikor még a baba kicsike, ugye? Ezt te nem értesz, persze a nő sem ért, mert általában nem úgy van, mint régen, hogy otthon szültek, és akkor jöttek a bábák, jött a szomszédasszony, és anyuka megtanította, nem megszülni, de utána kétségbe van esve, és minden felé telefonás az interneten, kérje a segítséget. Ezt úgy képzelik el, hogy onnantól kezdve, hogy megszület, vagy egyáltalán már megfogan a gyermek, hogy akkor onnantól kezdve a férfi még inkább rajongja körül, és legyen még, hogy hát egyfajta rajongással és alázattal legyen, mert hát a nőben van. Mert milyen nagy dolgot csinált, hogy szültem neked egy gyermeket. Azt mondja, szültem neki. Igen, ezt mondja, szültem neki, de akkor nekem igen, na jó, akkor kezdjek vele foglalkozni, azt nem, meg ne próbált. Igen. Csak névlegesen, a nevén van. Igen, így van, igen. Tehát főként ez, mondom, manapság ez a nagy probléma, hogy ez itt teljesen félre van értettük kezdve, és mondom, hogy egyszerűen nőket horoszkopok szintjén, mikor értelmezem, meg kell tanítsam arra, hogy mi a férfi, hogy fogadja el a férfit, másképp nem lesz boldog. Nem tud boldog lenni másképpen. És annak mi a titkos, az hogy kell csinálni, és milyen gyakorlatokat végezze, stb. Tehát mert ez az egész, hogy mondjam, kellemesség is, és hogy mondjam, a boldogságnak az élvezetek szintjén, az élvezetek dobzódása van való elképzelés, hogy attól vagyunk boldogak, ugye, attól leszünk, ez ide vezetett, hogy az apa, aki kellemetlen, úgymond, mert kellemetlen, amikor a gyermek úgy néz rá szép szívszorítóan, hogy hal beléd, és azt mondom, hogy akkor is megcsinálod, ugye? Na most ilyenkor zsarnoknak, meg mit tudom én, meg minek kegyetlennek, meg ezének kiméletlennek nézi a nő a férfit, holott a férfi a gyermeknek az érdekében mondja, nem azért, mert milyen nagy dolguk, megcsinált a gyermek, mit tudom én, azt, a dolgot, hogy takarítson, vagy attól olyan nagy boldogok még nem lesznek. Az az ő érdekében történik, na most ilyenkor jön be a nőknek az a képzet, hogy akkor ez zsarnok. Na, és akkor sajnos itt van, na most akkor arról nem is beszéltem, amikor a nőben nincs szeretet, amikor a nőben nincs áldozatkészség, amikor a nőben csak elvárások vannak állandóan, és amikor ő akar lenni a férfi. Ez a legrosszabb tulajdonsága egy nőnek, amikor férfi akar lenni. Az egyszer világos. Nem is kell akkor részletesen elmondani, hogy akkor mi az, ami negatív. Tehát akkor summa-summarum azt hiszem, hogy nem kell. Vagy amikor külsőségekben találja szépséget, hogy milyen nagy körmei vannak. Én nézem a televízióban, meg az interneten, hogy mindig azt nézem, hogyha egyszer nagy körme van, az biztos, hogy ott párkapcsolat őt nem érdekli, mert én nem tudnám elviselni férfiként, hogy nekem valaki körmője hátamat, amikor simogat például, vagy a karomat, vagy az arcomat, vagy hát akkor a körmeik vannak, hogy nem létezik, hogy az új begyíve oda tudna úgy érni a férfinek az arcához, hogy ne körmével érjen oda. Hogy ez mire való? Tehát a sok öncélúság, ide akartam. A férfiakat mondják rögeszmésnek, és nek általában, de ezek nagyobb rögeszmék, ezek az úgynevezett férfi, női szépséghez tartozó kellékeknek, amit ők szépségnek. Ez nem szépség, kérem, a nagy köröm az az agresszivitásnak a jele. Az a jele, hogy azzal a körmével ő ott van neki, mint titkos fegyvere, hogy akármikor azzal a férfinek az arcáról kakunimást tudja levenni, vagy mit tudom én mi. Vagy egy ilyen, mit tudom én, nem tudatos, teljesen tudattalan agresszivitás az egyszer biztos. Érdekes, hogy hozzám, akik jöttek horoszkóp rendelésre, egynek sem. Most így végigfutatom az agyamat, amik kijött, vagy mit tudom, az utóbbi 2-3 évben, egynek sem tűnt fel, hogy... Tehát aki már felébredett, és már kezdi a valóságot érzékelni, annak
főleg, hogyha édesanyja, ugye, hát nem lehet azzal takarítani, és mosogatni, meg mit tudom én, ellátni egy családot olyan nagy körmökkel. Na, tehát ezek külsőségek, de sokat mondanak belülről, ugye, vagy a belső világról, a festett hajról nem is beszélve. Egyáltalán, hogy fontosnak érzik ezeket a festéseket, mert például körönfestés is olyan, hogy hát kamaszkoromban, vagy fiatalkoromban én festettem, sőt, azt tudom, hogy az lepattog, tehát most már így mai szemmel, így visszagondolva, hát nem tartom vonzónak egyáltalán, hogy ott festék legyen az emberes, az lepattog, leesik. És nem néz ki jól, amikor lepattog, és akkor újra kell menni, és akkor azzal kell foglalkozni, és arra pénzt kell. Na, és aznál sokkal értelmesebb dolgokat lehet csinálni. Nem beszélve megint a magas sarkú cipőkről és a festésről. Tehát ez mind önmagukról való megtévesztő információ küldés. Tehát a kameleon programoknak, hogy mondjam, a nőknél a kameleon programok sokkal láthatóbbak és érzékelhetőbbek, mert neked nem az az ember vagy te, aki 10 centivel magasabb vagy, hanem az az ember vagy te, aki 10 centivel alacsonyabb van. Az úgy van helyén, és úgy van normálisan. Az úgy normális. Jó, most nem arról van szó, hogy divat vagy nem divat, hanem meg elítélés, hanem egyszerűen az ne várjon el boldogságot, hamis információt küldök magamról, például a magasságomról, vagy a hajszínemről, a másiknak a tudattalanja ezt érzékeli. Illetve a hatás-visszahatás törvény alapján ő is önkéntelenül hamis információt. Tehát a nő, hogyha megtéveszti a férfit azáltal, hogy más magasságról ad neki információt, mint ami milyen magas ő, vagy más hajszínről, vagy más körömről, ne csodálkozzon, hogy a férfiból fogja őt csalni. Hatás-visszahatás törvény alapján menthetetlenül te is beleszel csapva. Belesz az a nő csapva, aki hamis információt áramoltat, csak azért, mert úgy az a szokás, az a divat. És fel se tűnik már. És akkor egymásnak a fondorlatoskodásába és az elejtésézébe, játszmájába, hol vagyunk még a kiegyenlítődéstől és a boldogságtól? És az igazi szexualitástól, amikor még ott vagyunk, hogy egymást átverjük. Ugye? Persze, hogy az a férfi, akit a nő átver azzal, hogy úgy hódítja meg, úgymond, mert arra megy ki a játék, hogy legyünk egyenlőek. Tehát nem vagyunk egyenlőek, teljesen másak vagyunk. Fel se tevődik az egyenlőség, ott tevődne fel, hogy jogilag lenne egyenlőség, de nincs jogilag egyenlőség, mert a nőket favorizálják. A jogászok a nőket favorizálják, tehát nincs egyenlőség, egyenlőtlenség van, de a nők javára. Az egyszer biztos, én kitapasztaltam a bíróságokon és a törvényszékeken egyaránt. Meg máshol is, az internetes vitákban, a megítélésekben. Emlékszem, amikor Gerle Éva elkezdett mocskolni, és én visszaírtam neki keményen, és akkor valamelyik barátnő azt mondja, hogy merte így szólni egy nőhöz? Amikor az minden bizének, hogy a gyermekeim áruházban vannak, és hogy én el vagyok adósodva, és hogy egy szerencsétlen nyomorult idióta vagyok, stb. Ezt leírja, és amikor én ezt számon kérem, meg amit én megtudtam róla a honlapjáról, én semmit nem eszeltem ki róla, mindent onnan vettem, egy az egyben, akkor, és az alapján kértem számon, hogy ő neki milyen erkölcsei vannak, akkor azt kérni a másik, hogy mersz. És általában ez a koncepció. Na most, tehát ne akarjon, és ez nem lehet, oda akarok kiukadni, hogy amit el kellene mondani a mérlegnél, és amit úgy általában elmondok horoszkóp értelmezés közben, de azt én nem láthatom, hogy az illetőnőnek vannak-e körmei, vagy festi a haját, vagy tűsarkú cipőt hord-e, és vagy egyéb megtévesztő dolgokat, hogy mondjam, még ruházat segítségével is, mit tudom én, vannak megtévesztő játszmák. Tehát, hogyha te egyáltalán az a nő, aki megtéveszteni akarja a férfit, és ez inkább női tulajdonság azért,
nem azt mondom, hogy a csalás, mert mindenki azzal van oda, hogy a férfiak azok, akik csalják a nőket. Hát de kivel csalják, könyörgöm? Másnél? Igen, most már divatos, most már hogy férfiakkal, de hát nem azért más nőkkel. Igen. Úgyhogy a csalás ott kezdődik, amikor hamis információkat áramoltatsz magadról. Na, nagyjából itt én befejezném a... Úgyis azt mondták, nem jó, hogyha hosszú felvételeket készítünk, neked van-e még valami mondani volt. Ennyi volt akkor a mérleg, a következő lesz a keményebb. Jaj, még azért el kell itt azért ismételni, ha bár ez más mérlegről szóló előadásokon biztos elmondtam, a hólyag tartozik hozzá, a vesék, a hólyag és a húgyvezetékek a mérleg konstellációhoz, tehát párkapcsolati problémák esetében ezek romlanak meg, mint ahogy nekem éveken keresztül ilyen problémáim voltak. Mert nem tudtam, hogy boldognak kell lenni, elsősorban nem a nőkkel engem boldoggá tegyenek, hanem én a saját magamat, és ennek köszönhetően olyan nőket is vonzottam magamhoz, akik nem nagyon voltak, hogy nem volt rá érkezésük, hogy engem boldoggá tudjanak lenni, mert túl sok volt a saját magukkal a problémájuk. Ugye, tehát ezek romlanak meg. Hiába törekszik az ember, de hogyha boldogtalan, és még egyszer csalódsz, és még egyszer boldogtalan, vagyis amikor már látod, hogy most már azért egy kicsit kiismerted magad a játszmában, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ellentétes nemű személlyel folytatott viszony után, és még mindig nem sikerül, akkor persze, hogy elkeseredik az ember, és elkezd neheztelni a másikra. Tehát a neheztelés az nem megoldás. Csak és csak is a nyílt szembesítés és szembesülés. És itt van, amikor azt mondjuk, hogy komplementer jegyek, tehát meg kell nézni, tehát azért a mérleg ahhoz, hogy ő tényleg be tudja tölteni a funkcióját, és a mérleg karmás ember, vagy a mérleg egy születje boldog legyen, az át kell vennie a kostor is egy csomó pozitív vonást, ugye, amiről beszélt Viola a férfiaknál, vagyis a igen. Ugye, hogy a nyíltság, az egyenesség, a világosság, az erélyesség, a céltudatosság, stb. Ezt át kell venni a mérlegnél is, mert hiába mérlegelsz, hiába mint próbálsz egyensúlyba kerülni, mert ott van a mérleg jelképénél a palos, ugye, hogy időnként azért egyenesen vágunk előre. Viszontlátásra! Viszontlátásra!